Fél órával ezelőtt a Fidesz ellehetetlenítette azt, hogy egy napon és egy lapon lehessen népszavazást tartani. A Fidesz által kezdeményezett kvótáról szóló népszavazásról és az MSZP által kezdeményezett Fidesz ellenes népszavazásról. A Fidesz ma ezzel a lépésével minden család zsebéből több ezer forintot húzott ki, ugyanis 5 milliárd forintba, 6 milliárd forintba kerül egy népszavazás. Gyakorlatilag ezt meg lehetett volna spórolni azzal, hogyha ezt egy napon tartják meg. Ezt a bűnös pazarlást ma azzal követték el, hogy házszabálytól eltérve különleges eljárásban megszavazták a kvótás népszavazás kiírását. Ezzel pedig arra kényszerítettek mindenkit, hogy pluszban állja ezt az 5-6 milliárd forintot, ami a két népszavazás különvaló megtartásáról szól. Kósa Lajos és az Igazság egyébként ezúttal is meglehetősen távol voltak egymástól, nem voltak barátok. Ugyanis nem csak a józanész, hanem a jogszabályok is azt teszik lehetővé, hogy ez a két népszavazás együtt kerüljön, vagy került volna megtartásra. Először is a Magyarországgyűlésnek a benyújtástól számított 30 napja lett volna arra, hogy döntsön a Fidesz által kezdeményezett népszavazásról. Mivel ez most hétfőn került benyújtásra, ezért még 29 napja lett volna az országgyűlésnek arra, hogy ezt a döntést meghozza. A Nemzeti Választási Irodának, illetve Bizottságnak 60 napja van ugyan arra, hogy az aláírásokat ellenőrizze, egy népszavazási kezdeményezés esetén a leadott ívek alapján. Azonban pontosan lehet tudni azt, hogy először is ez a 60 nap, ez maximum, nem minimum, hanem maximum, azaz ennél kevesebb alatt is meg lehet ezt tenni. Másrészt, hogy ez technikailag lehetséges, erre maga a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta meg a választ, aki azt mondta egy interjúban, hogy kevesebb, mint 30 nap alatt össze lehet számolni ezeket az aláírásokat. Az MSZP-nek megvolt a több mint 100 000 aláírása mindkét népszavazási kérdésben. Éppen ezért, ha ezt ma leadtuk volna, akkor a nemzeti választási szervek meg tudták volna annyi idő alatt számolni az aláírásokat, ami lehetővé tette volna azt, hogy az országgyűlés 30 napon belül döntsön egyszerre mindkét népszavazási kezdeményezésről. Szeretném még azt hozzátenni, hogy a Magyar Alkotmánybíróság több határozatában kimondta, hogy egyet szó, vagy konkrétan említsek mondjuk a 62/2003-as AB határozatban, hogy az állami szervek kötelesek jóhiszeműen együttműködni egymással. Ez egy alkotmányos alapelv. Éppen ezért tehát a nemzeti választási szervek és a Magyarországgyűlés ezekben a kérdésekben köteles lett volna jóhiszeműen egymással együttműködni. Nem akarom mindezt tovább ragozni, egyet lehet látni és tudni. Azaz, hogy megoldható lett volna, semmiféle jogi akadálya nem lett volna annak, hogy ezt a két népszavazást együtt tartsuk meg. Egyedül a Fidesz volt az, amelyik politikai érdekekből úgy döntött, hogy nem így jár el. Ebből pedig egy dolog következik, hogy azon kívül, hogy az adófizetőknek ez 5-6 milliárd forint pluszba kerül, hogy az MSZP folytatja az aláírásgyűjtést, nem adja most le a több mint 100 000 aláírást, és el fogjuk azt érni, hogy ha külön is, de a Fidesz ellenes népszavazást meg lehessen tartani.